Cukorka ágyú durranásával indult el a Fekete-hegyi húsvétváró családi délután szombaton. A közösségi központ Fekete-hegy szárazréti kultúrudvarban megrendezett eseményen számtalan program lehetőség várta a gyerekeket. Húsvéti játékokkal készültünk. Lesz tojásvadászat, tojáskeresés, valamint lehet festeni természetesen tojásokat, és fel lehet helyezni a tojásfánkra. Lesz buborékjátszó, és vannak mindenféle fajátékok, amik szintén a húsvéthoz kapcsolódnak. Vártuk szeretettel ezen kívül az őstermelőket, illetve a kézműveseket, akik vásárral készültek, illetve csuhéból lehet készíteni nyuszit. A kicsik továbbá kipróbálhatták még az óriás fajátékokat és a körhintát is. De természetesen, ha a nyuszi által elrejtett finomságok nem lettek volna elegek, a nagy játék után egy kis fagyi és kürtös kalács is várta a gyerekeket. Egy nagyon fontos eleme ennek a mai napnak, hogy megelőzte, illetve segíti a húsvétre való rákészülést, és tudjuk, hogy ilyenkor a gyermekek otthon vannak, és ki kell mozdítani őket, hogy egy kicsit kényelmet, vagy egy jobb környezetben legyenek, ne legyenek terhére a szülőknek, és jó időben, jó szórakozással el legyenek. A húsvétváró program lehetőség és a jó idő nagyon sok családot vonzott Fekete-hegyre. Hamar megtelt a húsvéti nyuszira és a csokira váró gyerekekkel az udvar. Szokott a cipőnkbe rakni csokit, a garázsba szokott eldugni, meg a fűbe szokott rejteni csokikat, és akkor meg szoktuk keresni. A rendezvényen készült egy tojásfa is, amire a program keretében festett tojásokat feltehették a családok, valamint egészen április 7-éig a városrészben élők is elvihetik, és a többi közé helyezhetik az otthon díszített tojásokat, hogy minél színesebb legyen a közösség fája.